Pisrov Tamás, az intézmény vezetője elmondta, a 2023-24-es tanévben igyekeztek megfelelni a szakmai kihívásoknak. Sikerült a tanulóinkat a duális képzésben, a duális partnerekhez egytől egyik kiközvetíteni, partnereket találni, és ezeket a partneri kapcsolatokat évközben ápolni. Ez nagyon fontos, mert a diákok és az iskola, valamint a duális partnerek hármasa képzi azt a tudást, ami majd jó szakembereket képez. Természetesen nem csak a duális képzőhelyeken tanultak, hanem a tanulási tereket igyekeztünk kitágítani diákjainknak. A tanulási tér az nem csak a tanterem. A tanulási tér nem csak az internet, a hálózati együttműködés kiterjed a műhelyekre, a szakmai gyakorlatokra, az ágazati képzőközpontokra, a kirándulásokra, a szakmai kirándulásokra, több üzemet is meglátogattunk, valamint kiterjed a versenyekre. Talán ezek voltak a legintenzívebb élmények a diákok számára, hiszen a versenyzés közben tudták alkalmazni azt a szakmai tudást, amit elsajátították az idei, vagy éppen a korábbi évek alatt. 295 diákunk van ebben, és bízunk benne, hogy jövőre többen lesznek, hiszen sikerült több diákot beiskoláznunk, mint tavaly, ha nem is sokan, de azért már egy kicsit látszik Bonyhádon is, hogy érdemes a szakma felé fordulni. A diák sikereink között a közismereti országos eredmények mellett a szakmai eredmények is kiemelkedőek voltak, főleg informatikából vagy épületgépészetből értünk el komoly eredményeket. Talán a csúcsot hadd említse meg név szerint is, a Szakmasztár Fesztiválon országos negyedik helyezettet ért el fűtés- és gázhálózatrendszer szerelőként Jókai Rafael végzős diákunk. Talán ő volt a csúcs, és ez mutatja azt is a többieknek, hogy érdemes tanulni, hiszen aki ilyen jól szerepel, az úgy jön a szakmai vizsgára, hogy csak átveszi a bizonyítványt, hiszen ő a versennyel kivívta magának már azt a jogot, hogy vizsga nélkül megkapja a bizonyítványt, ami természetesen jeles. Hát a nyári sűrű lesz a diákoknak. Ágazati képzőközpontban vagy a duális partnereknél lesznek szakmai gyakorlaton. Azonban ez a szakmai gyakorlat nem tölti ki az egész nyarat, viszont a szakmai tapasztalat mellett, a közös élmények mellett, a tudás megszerzésén túl ők már gyakorlatilag szakképzési munkabért kapnak, amivel meg tudják alapozni a nyaralásukat. Kolcsár Lídia úgy érzi, az idei tanév sikeres volt számára. Szerintem úgy nagyon jó volt. Én személy szerint élveztem, nagyon sok új embert ismertem meg, és szerintem ez egy sikeres és jó tanév volt, legalábbis nekem mindenképpen. Az emberek és a tanárok, a diákokkal is nagyon jól ki tudok jönni, és nekem ez nagy félelmem volt, hogy ez nem lesz jó, de az nagyon jó, és az összes tanár, ennél segítőkészebb embereket én nem ismerek. Már nagyon pici voltam, akkor is eldöntöttem, hogy én ide akartam jönni. Nekem a családom nagy része ide járt, és nagyon sok könyvelünk van, és mondták, hogy nem tudnának másik iskolát mondani, ami szerintük ennyire jó, és eljöttem egy nyílt napra, és beleszerettem. Diák munka, meg szabadidő, és majd jövök vissza Gólyapásztornak a nyár vége fele. Pókai Ágnes a közösségi munkájáért, jeles tanulmányaiért, valamint sporteredményeiért kapott elismerést. Elmondta azt is, miért választotta a Perccel technikumot. Ez egy spontán ötlet volt, és főleg azért, mivel a barátnőm is idejött, és ez is nagy szerepet játszott, de azóta egy percét sem bántam meg, hogy átjöttem. Ez nem egy gimnázium szintű közösség, hanem ez egy sokkal kisebb, és így azt érzem, hogy sokkal összetartóbb az egész, és nincs annyi ember körülöttem, és pont ez kell, hogy kevesen legyünk, és szeretem azóta. Mind a két évem nagyon-nagyon jól telt, főleg azzal, hogy az első hét ugye nálunk ilyen beiskolázás, és nem az van, hogy visszajövünk a nyári szünetről, és akkor egyből belevágunk a tanévbe. Nagyon-nagyon szeretem, mert így az egész tanévnek megvan a jó hangulata a kezdéssel, és tényleg ez az év is nagyon eseménydús volt, és olyan gyorsan eltelt, hogy fura, hogy már azért
nyári szünet van igazából. Diákmunka és nyaralás lesz a gyakorlat, az majd jövőre. Arra is kíváncsi leszek egyébként nagyon. Az is egy nagyon olyan dolog, ami sokat fog segíteni, és viszont nem lesz az egész nyári szünetem vele, de mégis belemegyek ebbe az életbe. Én eredetileg asztalosnak jöttem ebbe az iskolába, ezt a 3 évemet le is toltam itt, és aztán mondtam, hogy nem akarok dolgozni, ezért jövök épületgépész technikusnak, tehát még 5 évre. Tehát én 8 évet leszek ebbe az iskolába, és kifejezetten élvezem, és azt mondom, hogy jó hely, és azért választottam elsőnek, mert ide jöttek barátok, most meg már azért, mert jó a környezet, és szeretem a tanárokat, akik itt vannak. Én úgy gondolom, nagyon jó volt, én élveztem. Én kifejezetten utáltam régen bejárni órákra, mai napra ez már mi elváltozott a hozzáállásom, ez sokkal jobb. Nagyon szeretek órára bejárni, általában minden órára, ezért én nagyon élveztem. Én azt mondom, hogy nagyon kellemes légkör, az emberek jók, persze mindig vannak olyanok, akik valamennyivel rosszabbak, vagyis nem rosszabbak, hanem mások. Ezt ki lehet küszöbölni valahogy, de én nagyon gondolom, hogy jó hely. Nem fog tenni a nyár? Hát remélhetőleg minél több munkával, ezáltal minél több pénzzel, és pihenést, hát tanulni biztos nem fogok, de főleg pihenéssel. A tanulók többsége a nyári szünetük részét diákmunkán, illetve a gyakorlati helyen fogják eltölteni.